Sziasztok! Ma a nagy körte kipróbálás napja van. Igazából, még a szokásosnál is jobban készültem. Először is van itt egy, hát honnan máshonnan, mint Dél-Afrikából Szingapúrba szállított blush körte, ami hát minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy teljesen megfelel a magyar körte képünknek, akinek kétségei vannak, itt, mint a villanykörte, úgy néz ki. De az igazi produkció az a kínai barna körte lesz, ami ilyen giga méretben szerepel, összehasonlításképpen. És eredetileg egyébként azt szerettem volna ebből a posztból kihozni, és kibontom közben. Igazából ez már ilyen csalós kibontás, mert én ezt egyszer már kibontottam, hogy megmossam az egyiket legalább. Itt megint a műanyag fetisizmus, hogy mint egy ilyen, mintha tényleg villanykörte lenne, be van így bugyolálva. A másikat nem mostam meg, mert azt még majd visszateszem a hűtőbe. De hát így egymás mellett, tehát így néz ki a kínai barna körte, és mondjuk úgy, hogy a hagyományos, hát ez dél-afrikai, de tényleg ez lehetne otthonról is. Na most eredetileg arról akartam beszélni a videó alatt, amellett, hogy szépen megkóstolom mindkét körtét, hogy mozgalmat akartam indítani a körte diszkriminációja és hányattatott sorsa felszámolása véget, mert úgy éreztem, hogy az almával folytatott versenyben a körte valahogy a mi kultúránkban mindig úgy háttérbe szorul. Mikor úgy gondolkodtam arról, hogy milyen gyümölcs legyen, és akkor eszembe jutott a körte, mert láttam mindig ott villog a szemem előtt ez a bazi nagy körte, tehát ez a kínai körte, és gondoltam, hogy ez pont jó lesz ide, mert olyan különleges, nekünk nem ez az alak, nem ez jut eszünkbe, ez a forma a körtéről, akkor ugye az jutott eszembe hirtelen, hogy nem tudok mondani Magyarországon úgy semmit, ami az almához mérhetően a körtéhez köthető, úgy a kultúránkban. Tehát úgy rögtön beúrik, hogy a szabolcsi alma, és akkor az alma az tényleg az úgy az alapgyümölcsünk, és népmeséktől kezdve minden benne van, de aztán egyszer csak, hát elég sokára, hetek múlva beugrott, hogy van a körtéfa dal, amit most megkímélek benneteket, nem fogok elénekelni. Körtéfa, gyöngyösi, körtéfa, sok gyalokkal, katona megpihent alatta. De, ami még eszembe jutott, és nem is tudom, hogy felejthettem el, hát a Vilmos körte. Úgyhogy a téma dobva van, nincs diszkrimináció, a körtének is kitüntetett szerepe van a mi kultúránkban, de hogy nem maradjunk beszámoló nélkül, készültem pár adattal. De először kóstoljuk. Szóval, ez a dél-afrikai körte kinézetre olyan zöldecske nekem, ami persze így is kéne, hogy legyen, de én azt már így fogása is kemény, tehát ez a keményebb fajta fogtörő körte lesz. Közte van. Itt vannak a jegyzeteim. Szóval, Magyarországon háromféle körtét találtam, kettőről sose hallottam, úgyhogy még csak tettetni sem akarom, hogy tudom, hogy micsoda, és nem is fogom mondani, de a Vilmos körte az ismerős, hát nyilván a pálinkából, de azt olvastam, hogy Magyarországon 3 helyen van körtetermelés, az Alpok alján, a Bodrog közben és Szatmár megyében, tehát Szabolcs-Szatmár megyében, érdekes módon akkor így testvérek az almával, és éves szinten 33 000 tonnát, átlagosan 33 000 tonnát termelünk Magyarországon, egy jó évben 40 000 tonnát. Ehhez képest az EU-ban, csak hogy érzékeltessem azt, hogy mekkora szeletét képezzük az európai körtepiacnak, éves szinten körülbelül 2 millió tonna a körtetermelés, tehát 33 ezer tonna viszonyul a 2 millió tonnához, matekozni lehet, és Olaszország, Belgium, Spanyolország és Hollandia a legnagyobb termelő országok. Nagyon érdekes a Belgium és Hollandia. Hollandia egyébként is megérne egy misét, csak ezek rövid videók, hogy hogy lehet egy ilyen minden négyzetméterre beépített, nem is kedvező éghajlatú ország mezőgazdasági exportőr. Szerintem valamit nagyon jól csinálnak a hollandok a mezőgazdasági innováció területén, de a titok része körte kapcsán az is, hogy a körte az nem a száraz, hanem az esős, csapadékos időjárás kedveli, és Hollandiában esőért nem kell a szomszédba menni. Na most Ázsiában ehhez képest az ázsiai körte, ami méretre, súlyra is dupla, hanem több, Kínában, csak Kínában 8 millió tonnát gyártanak ebből. Jó, hát 8 millió tonna, hogyha ez dupla súlyú, akkor az kétszer akkora, fele annyi elég ebből, hogy elérje ezt a súlyt, mint az európai stílusú körtéből, de 2 millió tonna volt az európai termelés, csak Kína, tehát Ázsia többi részét még nem számoltuk, termel 8 millió tonnát. Na de legyen vége a magyarázásnak, nézzük, mi a különbség. Van. Szóval, hölgyeim és uraim, én maradok Európánál. Ez, jó, ez Dél-Afrika, de tényleg tök olyan, mint otthon. Ez édes, ismerős, abszolút jön ez a körte íz. Ez viszont, és persze megadom neki az esélyt, hogy ez egy szar egyedi példány, nincs íze. A héja kifejezetten idegesítő, de mint a papírt tennék, azzal lenne körbebugyolálva, de hiába érek el ez egyébként állagában ugyanolyan fehér húsához, egyszerűen semmi. Tehát ez a vizes vatta. Na jó, nem vatta, de hát ennek semmi körte íze nincsen. Szóval nem számítva az, hogy ez sokkal drágább volt, mint ez. Egy ilyen dobozba, na most már kiettük Hédivel, ez 750 g, kb. 75 deka, nem, pontosan 75 deka, volt benne, vagy 7, ebben van 2, na de mindegy, tök mindegy mennyi van, mert ha ilyen ízetlen szar, egyetlen jó dolog van benne, hogy nagyon vizes, tehát nagyon oltja a szomjat, de az ebben is megvan. Ettől a körtétől azért beúszik a nagymamámnak a háza az ablakon. Ettől meg kicsit kevésbé vagyok szomjas. Nem is tudom, ez nagyot hogy fogom megenni. Ezzel már nem kínozol benneteket. Sok sikert kívánok a kínaiaknak a 8 millió tonnájukhoz. Én maradok az európai körténél. Sziasztok!